Napot kívánok, mindenkit üdvözlök, Kaszt vagyok, utolsó rész, Resident Evil Revelations. Oké. Nézelődjünk. Egyébként valószínűleg én ezt még mai nap föl is fogom tudni rakni, de ezt nem tudom biztosra mondani. Még szeretnék valamivel még foglalatoskodni. Hát vízalatti heggesztést azt nem tudom miért pont középen végzi Jill, de jó, ezt most engedjük el. Something's still alive. Careful, you won't be able to fight them off underwater. Oké, legalább nem jelzek, hogy nem leszünk képesek fölvenni velük a küzdelmet. De itt mi van? Cápák. Chris, ez annyira romantikus. Annyira jó, hogy veled eljöttem erre a hajó túrára. Ez is annyira romantikus. Hallott erről is, tehát mindenütt. Na, mi? Puska lőszer tartó, na. Ez mondjuk jó, de ez a zene háttérben, ezt nagyon imádom. It's an electric lock. I hope the emergency power still works. The wires are all pulled apart. I'll fix them. Okay, I'll see if I can get the power going. Nézzük meg, hát akkor hogy működést tudjuk bírni az áramot. Ha igen, az kurva jó lenne, ha nem, az sem gáz, de örülnék, ha működést tudnám bírni. Azt hiszem, az a kapcsoló az ott. Tehát nem mondod. Oké. Magnum lőszer, az mindig kell. Nem az erre kicsi para. Úgy tűnik, hogy halott. Tűnhet úgy, de én besétálok a szájába. Kihúzom belőle a fogát, ezt majd meglátjuk, hogy halott-e. De ez a zene kurva jó. Tényleg jó.
Ujj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 j
Itt vagyunk. Jill, the door's open. Okay, on my way back. Nem volt az annyira közel. Aztán már vízi hullett, mert... Okay, let's move in. Tehát a szó szerint... NYOMÁS BE! Oké, okay, szar vicc, tudom. Mert nyomás. Na, a vízi életből már bőven elegem van. Csoda, hogy ez még működik egyébként. Hát nem azért, de... Na. De hogy a picsába? Egy éve elsüllyedt egy hajó, nincs benne levegő! Fizikailag lehetetlen. De hogy? He's FBC. Nem mondod, már láttuk rajta. Na majd mindjárt meglátjuk, mi van nála. Fővel a hangrögzítő. This is Agent Dario Barioni of the FBC Armed Forces. The time is 1948. I request that this recorder be handed over to General Lansdale. If found by the next team, everyone on my team is dead. Killed by the devil himself. We were unable to retrieve the video log. Our mission has failed. Veltro, they weren't sitting around waiting for death to come to them. When the FBC arrived, they were waiting for us. Even though Terra Grigio was a year ago. Thoughts of revenge kept them alive. Wrong way, Jill. Over here. Még a szem lesz lőszer bőven. Képüsköd össze 160. Jézus. Oh my god. Chaffer Truth, 1985, én már... Mert rökű eltromját ad meg 2005-ig. Jézus beteg. Ekra Ej Crazy 1977. Nős akarató volt.
Nagyon erős akaratú volt, majdnem legyőzte a mutációt. Ugolin Barnio. Nem csak a Vátróhoz hű, hanem a hűséget barátja is. A bunch of martyrs to their cause. Kétarú Leone. Felsége intéti szeretett a Vátró által szeretett, hogy csak felül. Kösz. Hoshira Kamader. Minden ügyet fogok szolgálni még akkor is, ha még nem leszek önmagam. Ludin Leone. Tehát gyermekeid majd olyan világban nőnek fel, amely nem lesz az újságítással feltűzve. Dante Alighieri isteni színjátéka, egy ajánlat a halottnak, egy bekezdés alá van húzva. Az első üdvözlése kutyává teszi őket. Egy részről menedéket nyújt a ártatlanok számára, gyakran viszont semmire kellő kiváltoztatja őket. Dante Alighieri isteni színjátéka Inferno Carto 6. Kiadva. Van írva az oldal aljára elég rendezetlen kézírással. Azokat, akik az életüket tanoknak ajánlják fel, örökké elkíséri útjukon nagyszerű Jack Norman. Kösz. Hoppá. Miért van keresztül csejek, azt se értem. Akkor nemrég alakultak át. All of our interactions are right in here. We shall become guardians of the truth. For as many years as it may take. Nem alakult át még ezek szerint. Jack Norman was the head of Veltro. And he has the video we can use to nail Lansdale. Ő itt vetté fel a videót.
kritikus 1. Felvéve egyedi elemek szabad lövés 2. Na. Mi van? Csúszor nagy te kritikus. Kábulat annyira nem izgat. Mindent, amit tudok növelni, azt növelek. Robbanás 4. Szabad lövés. Leadhatsz egy erőteljes lövést a tűzgomb nyomva tartásával. Töltő idő hosszú, de a tűzerője erősebb lesz. Ez mondjuk jó lenne a sotira, szóval. Én azt mondom, hogy fel vagyok készülve. Hú, jöjjön, aminek jönnie kell. Vengeance of God. Oh, how much oughtest thou. By each one to be dreaded, who doth read that which was manifest unto mine eyes. Pape Satan, Pape Satan, Alepe. Each one shall find again his dismal tomb, shall reassume his flesh and his own figure, shall hear what through eternity re-echoes. Morgan! Morgan Lansdale! How dare you cross Feltro? Morgan, this is what you seek, is it not? Indeed, this little machine contains the truth. Oh, the truth needed to bring down your entire charade. Én felveszem. Fejvő Norman PDA-ja. This is it. We got the evidence. Szerintem nem fog elengedni. Stop! Azt mondta, hogy duplitóhoz is tetsz be magadnak. Behold the terror which you have unleashed. Gáz lesz. Nagyon nagy gáz. Tovább. Morgan! Norman, stop! Morgan isn't here! It's no use. He's gone over the edge. Ah!
Mi a... Nem kicsit erős. Ez gáz. Látszik, hogy támadási formát vált. Azt kell lőni, aminek kim van a szíve. A franc másik. Még le lehet párszor vízbe szólni. Nehogy betaláljuk. Na jó, ritkán kapok ekkora maflás, szóval... Thanks. Rongáljunk lőszeréjel.
Ojaj. De mindegy fő boss, ezt azért hozzáteszem. Ojjjj! Hú, de gyorsan kellett váltanom. Oké. Okay. Tudod, a ijesztegetés nem szép dolog. De... How Morgan treats his friends. I hope he finds more comfort in death than he did in life. The means of dispersion? The cruise ship is equipped with a UAV. That is your delivery system. Very well. Now show me the goods. Bonafide T-Abyss. No vaccine? Not yet. Yes, of course. A little bit of this could turn a city inside out. I think we're done. I'll be on my way. Who would have thought, yes? That the lowly terrorists would receive a helping hand from the venerable commissioner of the FBC. As you can see, it's not likely you'll be wriggling out of this one. I seem to have underestimated the BSAA, and perhaps you as well. We found this in the off-limits area near Terragrigia. We're done analyzing it, so you can have it back. Director O'Brien, surely you understand our dilemma. Without the Terragrigia panic, the ignorant masses would be unaware of the threat that lies before them. Yes, you may in fact be correct. No one has the right to detain me. The world required my guidance. It was all for the greater good. You're only fooling yourself. You said yourself, abandon hope, all ye who enter here. But I'm not Dante, and you're not Virgilius.
Morgan Lansdale, you are hereby relieved of your position as FBC Commissioner. And I'm placing you under arrest on suspicion of conspiring with Beltro in the planning and execution of the Terra Grigia Panic. With all due respect, Director O'Brien, the BSAA is making a huge mistake. Where have I heard that before? Epizód 12. Királynő halott. A királynő halott. Vége. Storm of Gone. Testet a 10-től 12. fejezetet, raziamód szakaszok 18-20, bónusz szakasz feloldva és bónusz szakasz feloldva. Tovább. We can finally reveal what happened in Terra Grigia. Yeah. The cost was high. The BSAA will have to be overhauled. The storm is gone now. But how long will it last? Morgan Lansdale-t letartóztatták, letartóztatás után FBC feloszlatta ügynökei többségét a BSAA. A BSA ezek után egy antibioterrorista szervezetté alakult, az Egyesült Nemzetek felügyelete alatt. Megpróbálom gyorsan olvasni. Két majom is túlélte. Két Limbly most vezetői beosztásban van, a BSAA keleti-afrikai kirendeltségénél, Queen Carter pedig továbbra is visszautasította mindenféle előléptetést, de ugyanúgy a BSL főhadiszállásán dolgozik a F és K. Hát amennyi végig tudom olvast, végigolvasom. Parker Luciár máltai köztársaság partjain közelébe találták meg, hogy a földközi tenger sodródott. Egy hónapnyi gyógykezés után Parker visszatért munkához, a különleges ügynökség tevékenykedik a BSL főhadiszállásán. És igen. O'Brien meg fölmondott. Clive R. O'Brien úgy döntött, hogy vállalja a tetté következményét és lemondott a vezetői szerepéről a BSAA-nál. Jelenleg tanácsolóként dolgozik a BSAA-nál, és otthonak kényelméből írja a detektív regényeit, amivel majd foglalkozunk egy másik játékban is, Resident Evil Fronton. És utána jön egy játék, ami pedig Jill Valentine-t és Christopher Fieldet illeti, fogalmunk sincs, hogy hamarosan milyen szörnyű sors vár rájuk. A Resident Evil 5-ben folytatjuk. igen. A Resident Evil előtt játszódik, az 5 előtt. Ha jól emlékeztem, hogy valamelyik után vagy előtt játszódik, nem tudtam, de az 5 előtt játszódik. Nos kacok, ez volt a Resident Evil Revelation, amit 100%-ben befejeztem, mert ez nem jár DLC, szóval csúcs, éljen! A Resident Evilhez majd visszatérek, ugyebár, hogy az édeküldiket megcsináljam. Mindenképpen legalább csak azokat, mert gyakorlatilag az van már csak hátra. Nem lesz nagyon nehéz. Szerintem könnyen meg lesz. Reménykedek benne. Az ötöt is majd végigviszem. Csak arra még nagyon sokat kell várnatok, mert az öt jelenleg lehetetlen végigvinnem.
A hatot meg jelenleg szint úgy lehetetlen végigvinnem, de ha majd eljön a ideje, hogy végigvigyem, akkor azt nem egyedül fogom tenni, mind a kettőhöz majd emberek segítségét fogom keresgetni, hogy mindenképpen bemutassam azt, amit tud nyújtani a játék 100%-on. Ehhez pedig tényleg az kell, hogy odarakjuk magunkat. Csak hát, ugyebár ezzel elhúztam a időt. Nagyon nehezen tudok többet mondani a Resident Evil Revelation-ről, tehát az, hogy van másik része, de ez nem pont a sztori folytatásáról szól. És még egy dolog, O'Brien-en, mint mondtam, még foglalkozunk majd. A Resident Evil egyik részében még föl fog bukkanni, vagy kettőben. És konkrétan fontos mondandója nem igazán lesz, csak mint név fog fölbukkanni, ami nagyon jó dolog. Tehát ezt még úgy el tudtam mondani. Amiért egyébként ezt most így végigvárjuk a stáblistát, mert a végén van egy kis extra, ami nem kiadható, szóval azt látnotok kell. És a Resident Evil 2 Revelation 2-ét, most a Resident Evil Revelation 2-t is végig fogom nyomni, aminek szintúgy nincs DLC-je, rövidebb is az eredeti játékhoz a Resident Evil Revelation 1-hez képest, szóval valószínű azt gyorsabban végig fogom tolni, mint ezt, amivel úgy kb. Volt 10 vagy 20 valahány rész, 18-19, és nem akarok hülyeséget mondani. A Resident Evil 2-t is majd folytatom, azt lehetséges, hogy gyorsan. Gyakorlatilag rájöttem arra, hogy felesleges négyszer végigvinni a játékot. Elég lesz, ha kétszer végigviszem, ugyanis maga a sztori csak megfordul, szóval szinte ugyanaz majd. Maga a felnyitható cuccokat, meg gyakorlatilag mindet felfedeztem már a másik végigjátszásnál, szóval azt majd végig fogom nyomni, és még emellett lesznek olyan játékok, amiket nem fejeztem be, azokat bele fogok még kezdeni ebbe az évbe, és megpróbálom ebbe az évbe be is fejezni őket. Szóval a Revelation egy ténylegesen durva visszatérő videó lenne, nem csak a Serennel akartam visszatérni, hanem ezzel is. És persze itt van még egy másik játék is, amit még végig fogok vinni. De arról már szerintem láttatok videót. Annak meg az a neve, hogy bár, hogy a Lace of Fear. És majd aznak is szerepet szánok. De most lássuk a végét. Erre vártunk. Almost too easy, wasn't it? The company let them take Morgan out with the trash. Tough world. You file the report on this. By the way, why save Parker? I have my reasons. The BSAA isn't as useless as I thought. Things could really heat up. Indeed. The fun's just getting started. A vírus megterjed tovább. Összeredmény! Á, hét halál! Anyád! teljes egyszerű vagy nehezebb szinten. Egyesülne meg szabad lövés 3 a kampánymódba. Hála jó Istennek! Teljes is normál vagy nehezebb szinten. Hidra a kampánymódban. Ez egy ilyen 3 lövetű shotgun, baromi jól néz ki egyébként szerintem. Gratulálunk! Mostantól használhatod ezt a mentést, hogy egy új játékot kezdj a felszerelésed megtartásával.
el szeretnéd menteni ezt a állást, erősen ajánljuk, hogy te magad is elmentsd. Hát, köszi. Select outfit. Hozzá lett adva a kemény kampány menühöz. Mostantól választhatsz új külsőt a karakterednek. Folytás, beállítás, új játék, 20 felszerelés választásnál, ez mondjuk jó dolog. Több felszerelésünk van. De ugyebár, mivel gyakorlatilag senkinek nem szereztem meg semmilyen felszerelését, még ezért üres Jill Valentine, Chris Redfield, Parker Luciani, Katie Lambley, ez szerintem bőven sikerült. Végigvittem 6 óra 37 perc alatt. Ami nem sok, ha úgy nézzük. Mindenesetre majd szerintem neki kezdünk a következő játékoknak. Sorjába visszamegyünk a kezdetekhez is majd. Lesz majd itt olyan játék is, amire nem számítanánk. Lesz olyan játék is, amit megpróbálok majd lehet egy nap alatt is végigjátszani, ami szinte lehetetlen csúrója, de próbálkozás szerintem mindenképpen dicséretes lesz. Mindenesetre végigvittem teljesen a Resident Evil Revelation-t. Majd a következő végigjátszásban találkozunk. Köszönöm szépen, hogy végigkövettétek ezt a végigjátszást. További szép napot! Sziasztok!